Így szűk és valljuk, hogy az iskoláinkban folyó szakképzés akkor sikeres, ha alkotóközösségként a térség munkaerőpiaci igényeire figyelve, azt kielégítve végezzük oktató munkánkat. Ezt a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja mondta az országos szakmai tanévnyitón. Dömötör Csaba arról beszélt, hogy az elmúlt években éppen ezért fejlesztették valamennyi intézményüket és a képzési struktúráikat is. Megtapasztaltuk, hogy a diákok az olyan oktatást igénylik, ahol ők maguk is tevékenyen vesznek részt a folyamatokban, igénylik az irányítást, de szívesen munkálkodnak a számukra izgalmas projektekben. Ez módszertani megújulást követel tőlünk, sok új gondolatot, feladatot, amit azt gondolom sikerrel megoldottunk. Horváth István a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy az intézmény 8 iskolájában az elmúlt 4 évben több mint 4 milliárd forint értékű felújítás történt kormányzati segítséggel és pályázati forrásból. Az intézményben folyamatosak a fejlesztések, energetikai beruházások. A centrum valamennyi iskolája rendelkezik okosteremmel, idén márciusban adtuk át Szekszádon egy az autószakmát oktatásához szükséges tanműhelyet, gyártás szimulációs eszközökkel. 2022-ben adtuk át a mai rendezvény helyszínéről szolgáló Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskola modern, korszerű épületét, mely lehetővé teszi, hogy az itt tanuló diákok a legkorszerűbb ismeretek és technológiák mellett sajátítsák el szakmájuk ismereteit. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy ma Magyarországon a foglalkoztatási ráta több mint 75%. 3.270.000 ember dolgozik. A statisztikában ez az arány még soha nem volt ilyen magas. A magyar vállalatok keresik a munkaerőt, jegyezte meg. És talán emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt milyen vitákat váltott ki, amikor azt mondtuk, hogy a szakmatanulás kell, hogy legyen a középszintű tanulás centruma, és nem csak az elméleti tudás, és ezt elértük. Ezt elértük 10 év alatt, hogy ma többen tanulnak szakmát, szakgimnáziumba többen járnak, mint hagyományos gimnáziumba. Csák János kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, mesterségbeli tudás nélkül nincs az embernek önbecsülése. Hozzátette, ahhoz, hogy kibontakoztathassuk tehetségünket, munka, szerető és gondoskodó közeg, valamint remény kell. És igaz az, hogy itt Tolna vármegyében főleg kis-közepes vállalkozások vannak, na de a világ egyre szűkebbé válik. Az, ami itt megtermelődik, ennek a régiónak a jövője, azon múlik, hogy olyan termékeket állítsanak elő az itteni vállalatok is, amelyek eladhatók szerte az országban és az ország határain túl. A csaknem 30 szakmát oktató Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumban 3400 nappali tagozatos diák mellett 2300 felnőtt is részt vesz a duális képzésben.